termék megjelenítést hallhatnak. Így is van, itt vagyunk, és nem mondjuk már amennyire jutottunk, illetve felkeresgéltünk, hogy mi az, ami kinyit, mi az, ami nem. Tegnap napközben értük el a két és fél millió beoltottat, utána rögtön ki is jött a rendelet. Mi is volt ez? és Sándor belügyminiszter jegyzi, a rövid dokumentumot, amely a védelmi intézkedések lépcsövetes feloldásának első fokozatáról szóló határozat megjelent a közlönyben. Legfontosabbakat szerintem mindenki ismeri kiárási tilalom este tízre módosul üzletek reggel. 5 este fél tízig lehetnek nyitva, és a négyzetméter korlátozás az üzletekben kinyithatnak a fodrászok, kozmetikák és más szolgáltatók is, vendéglátó helyek továbbra is, csak elvitelre szállodák pedig továbbra sem fogadhatnak vendéget, illetve hát a kiskapu az üzleti vendégeket lehet fogadni, ezzel élnek is jó páron, erről beszéltünk, és tudjuk. Na de ki az, aki erre gyorsan tudott reagálni, ki az, aki készült, és ki az, aki nem. a Telexen volt például egy összegzés, meg még néhányat megnéztünk külön-külön. az IKEA nem nyit ki, most reggel nem néztem, hogy kiraktak-e új információt, de ők még készülnek a nyitásra, úgy tűnik, hogy az náluk nem működik, hogy délután kiderül, hogy lehet aztán rögtön másnaptól ez már életbe lép, ugyanakkor Balázs, te bekerültél ebbe a hírbe is, a fodrászok telefonja folyamatosan csönk a bejelentés ott te voltál az elsők között, mint ahogy azt említetted. Aztán. Igen, így van. Még kise hirdették. Én már jelentkeztem, mert jó esélyt láttam arra, hogy kifogják. Úgyhogy szerencsére már van időpontom. És igen, kicsit pánikolnak, hogy ők hogy fogják megoldani, mert túlzott a kereslet ahhoz képest, ugye, hogy a kis üzleteikben hány embert tudnak fogadni, feldolgozni. Úgyhogy van egy kis felfordulás, de hát majd megoldják, gondolom. Ezzel sajnos most számolni <laughs> kell, ugye azért is a bővített nyithatartás, hogy a kisebb befogadó képességgel uh, tovább lehessen a vásárlást bonyolítani. Mondjuk a fodrászok esetében nem tudom egyébként mire a pánik, mert egy ember egy uh, kuncsaftot tud ellátni amúgy is. Úgyhogy gondolom uh, ez azért megugorható akadály lesz. Ránéztem, uh, e... mi újság arra, hogy nagyobb uh, fodrászat hálózatnál a Biohernél. ott uh egy komoly lista van, üzletenként változik, hogy melyik nyit, melyik mikor nyit, van a ma, van a melyik holnap, van a melyik meg holnap után. Tehát ott, gondolom ott is jó nagy Szervezéskapkodást lehetett, hogy akkor pontosan hogyan sikerül behívni a munkatársakat. Őszintén szólva, egész hétvégén az látszott, hogy, ez nap, hogy egy nappal később reális, hogy elérjük a két és felett. Még aki figyelgette Igen. és számolgatott, hogy akkor is úgy tűnt, hogy ez csütörtök vagy péntek lehet reális, úgyhogy azért láthatóan nagyon sokan meglepődtek, hogy már szerdától lehet nyitni. Az EMAG és az Extreme Digital szaküzletei megnyitnak szerdán, és egyébként ebben a telexes cikkben néhány szám is szerepel, hogy hány embert engednek be. Mit tudom, Mamutban működő boltban 20-at, a Szent István körúti extrém digitálban például 25-öt. Mindenütt ki kell függeszteni, és ki kell írni, hogy hány ember lehet benne egyszerre, ez egy fontos szempont. Úgyhogy Rosszman van még itt, ők tudnak nyitni szerdán, úgy tűnik, hogy ők akkor valamilyen szinten készültek erre. Uh, és a Tesco közölte, hogy ő szigorúbb lesz a szabályozásnál is, tehát nem a négyzetméterenként 10 vevős verziót alkalmazza, hanem 15-öt. Uh, de hogy ez sem okoz problémát állítólag. Azt kíváncsi vagyok, a Rosszmannak ez hogy fog működni, ez már több helyen kipróbálták és megbukott, mert ők azzal a kísérleteznek, hogy bejáratnál kihelyezett kosarak és bevásárló kocsik száma jelzi majd a létszámot, csak hát ilyenkor jönnek a szemfülesek, akik csak egy arckrémér, meg csak egy vitaminér ugrik be, kell kocsi, és már is túl lehet lőni a 10 négyzetméter per egy fő keretet, úgyhogy azt majd meglátjuk. Egy vidéki kisboltban én ezt tapasztaltam sokat ott, de az, ott azért oda lehetett rá figyelni, ott volt három Aha. alkalmazott és öt kosár, és nagyjából mindegyiknél és a pénztár mellett volt a bejárat, ott ez működik. Kimagolható, hát, mert akinél nincs valamilyen eszköz, ugye azt nyilván ki lehet tessékelni, ez mondjuk... Hmm. Igen, igen, igen. Na, akkor ígért KKV hírünk következik. Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek. Hát, friss információ, egészen pontosan tegnapi sajtótájékoztatós bejelentés, hogy az NHP hajrá keretét megnövelik. Ezt Patai Mihály kellnök jelentette be a Nemzeti Bankban. Ez fontos információ. Maga a növekedési hiteleprogram az már 8 éves, és a legfrissebb adatok szerint 70 ezer KKV jutott eddig kedvezményes finanszírozási lehetőséghez. Összesen 5400 milliárd forint értékben, ami azért nem kevés. És Természetesen ez nagyon sikeresnek ítéltek mindig is, és e, folytatják is, e, meg újra gondolják, a monetáris tanács a 2500 milliárdos forintos keretet 3000 milliárdra e, emelte, és nagyon fontos, és ezt kommunikálják, hogy a következő hónapokban, a kilábalás időszakában is e, számíthatnak erre a kis és közepes e, vállalatok. Ennek a 2000 e, milliárdnak, vagy 2500 milliárdnak, több mint a fele forgóeszköz hitel volt eddig is, tehát a vállalkozások működését segítette nehéz időszakokban. Az egyharmad viszont beruházásra ment, a hitel kiváltási cél viszont nagyon alacsony, néhány százalékra tehető. Az ágavatokat tekintve is megosztottak néhány adatot, a volumen három negyede öt ágazatba került, a negyed a kereskedelembe, ezen, ezen, kívül a feldolgozóipar, ingatlan, mezőgazdaság és építőipar részesült elsősorban a Igen, az ingatlan építések nagyon mentek, úgyhogy ezért meg is növelték a maximális egy cég által felvehető összeget 20 milliárd forintra, pont azért, hogy esetleg nagyobb üzemek vagy nagyobb létesítmények kivitelezését is lehetővé tegye a program.